nagyon szeretettel köszöntjük Gardos Robertet. Szia, Robi! Jó napot! Azért nagyon jó, hogy itt vagy, és be tudunk téged mutatni, hogy egyszerűen megismerjenek az emberek téged, hogy egy nagy kitartással, akarattal hova el lehet jutni, akár a pingponggal is. A pingpongot magát a világon úgy tudom milliárdan nézik, nem tudom, csak most hasonlítésszerűen mondtam ezt számot. De van egy szám, ahol azt mondják, hogy a pingpong az a második, vagy a harmadik a világon, aki legtöbb ember játsza. Wow. A foci, meg nem tudom milyen sportág után. Uh-huh. De érdekes, hogy itt Amerikában is, oké, nagyon sokan csinálják mindent, nem tolják annyira a televízióban meg mindent, de mindenki tud a sportágról. Tehát nem olyan, mint például, ugye mi magyarok vagyunk, hogy például a vízilabda, hogy jó, itt ismerik azt is, itt is, de azért mégis az előre tolt, mint akár a baseball, vagy az amerikai foci. És itt a pingpong, ami egyébként iszonyatos állóképességet kíván, nem? Koncentrálást, mindent, hogy te jó legyél, tudnod kell játszani. Tehát ahhoz, hogy koncentrálni tudjál pár órákat a versenyen, főleg ilyen magas szinten. Ha csak azt mondom, hogy nekünk egy versenyen az úgy van a program, ha van két meccsünk, akkor az körülbelül 6 óra pingpongozás. Mert az első meccs odamész 2 órával előtte, bemelegítesz, edzel egy órát, utána még egyszer bemelegítesz, lazítasz, megcsinálod a dolgot, amit kell, fölkészülsz, kivágod a labdát, utána mész játszani, az egy 45 perc, utána visszamész, lazítasz, utána a második meccsre megint ugyanaz a program. Tehát azt mondom, 2-3 órát ott eltöltesz a meccset, és csak ehhez ahhoz, hogy tudjad koncentrálni, tudjad bírni, tehát stressz szituáció, meg mi az még több energiát elvisz, ahhoz egy nagyon jó kondi edzés, nagyon jó kitartás kell, hogy ezt mind maga szinten meg tudja csinálni. Meg ugye maga a háttered is, tehát az életedben ugye a hátsó rész, amit nem ismer, nagyon kevesen ismernek, ugye a feleség, gyerek, szülő, tehát hogy oda tudják koncentrálni. Problémák, családi problémák. Családi problémák, de hát az mindenhol van. Igen. Viszont ezt tudnod kell kezelni, tehát hogy ebben is gyakorlatodnak kell lenni, mert ugye a feleséged is kitalál valamit, a gyerekek kitalálnak valamit, bármi, nem jó sikerül, a gyerek eltöri a kezét valami, és a versenyen gondolom ezt mind félre kell tenni. Persze, nagyon sokszor azt mondom, hogy összehasonlítjuk a nagyon gazdag sportágakkal, azt mondom, egy Federer, vagy ezek a játékosok magukkal viszik a családokat, a gyereket, a feleséget, aztán egész csapat van velük, akik azért ott van, mimálják őket, hogy minden jó, meg vigyáznak rájuk, azért nekünk ezt mind egyedül kell megcsinálni. Maximum az edződ ott van, vagy az országnak a válogatottja, vagy egy gyúrót talán, hogyha az ország fizeti. Tehát nagyon sok ára van, és megpróbáljuk minél jobban az egész elvesztett időt azért hasznosan eltölteni, és azért ezt nem könnyű, tényleg mindig mindenem túl kell, hogy tegyed magadat, ahhoz, hogy eredményesen tudjál minden hétvégén hazamenni. Uh-huh. Bejártod, és tényleg oda teszed magad a világranglistán, vagy a 40. voltál 18. Tehát, hogy abban az időben nem vagyok fiatal. Abban az mi időnkben ugye volt a Klampá, Jónyer, meg ez a dinasztia, és azért mi a tévéből nagyon sokat kaptuk őket. És amikor ugye iskolában pötyögtünk a beton vagy a vasasztalnál, azért mi is úgy éreztük, hogy na hát ezt mi is meg tudjuk csinálni, mint ők. És erre itt vagy te, ugye fiatalon, neked bejön az élet, csinálod, és ez zseniális. Tehát nem lehet máshogy mondani. Nagyon szép dolog, hogy tényleg azt, amit szeretek csinálni, vagy nagyon szerettem csinálni, és nagy céljaim voltak, a végén a 80-90% a céljoknak mind beigazolva, meg tudtam csinálni, el tudtam érni, és ebből tudok élni, és tényleg azt tudok csinálni, amit szeretek, tehát az tényleg nagyon szép dolog, és meglátod a világot, körbemész az egész bolygón, mondjuk azt úgy, mert majdhogy nem Ausztráliában tavaly, vagy 2 évvel ezelőtt voltam először, és tényleg Szüd-Amerikában, Észak-Amerikában volt, mert majdhogy nem mindenhol voltam. És ezt mind úgy csinálod meg, hogy fizetik az utat. Tehát azt mondom, hogy ingyen bejárod a földet, az nem a rossz dolog. Tehát onnan, ahonnan elindulsz, el tudom képzelni általános iskola sportcsarnok, vagy sportcsarnok, kis tornaterem, és akkor csinálod, és ütögetsz, és a végén addig csinálod, annyi időt és energiát teszel bele, hogy ugye itt vagy nálunk például Amerikában. Ez komolyan példaértékű, amit te csinálsz. Ezt minden mai fiatalnak legalább egyszer meg kell nézni, és megtapasztalni veled kapcsolatban ezt a dolgot, hogy ne csak a telefon meg a gépek nyomkodják,
mert az én időmben ugye az volt, hogy ki az utcára, ki a térre, meg gondolom nálad is ez volt, de hát tudom, hogy anyukád és apud is pingpongedzők, sőt versenyzők is voltak, tehát azért neked így ebből a szempontból hát nem volt könnyebb, de nem volt nehéz. Így is, meg nem is, mert azért azt mondom, a gyerekkor, meg minden sokat voltam otthon, amikor 6 éves voltam, iskola után otthon voltam a haveroknál, vagy valami egyedül, mégsem mindig csak a teremben voltam. És nem az volt, hogy most elvittek a szülők, és akkor ott voltak, kipróbáltam az összes sportágot a világon, mint én a gyerekemmel megcsináltam, hogy neked segíteni, és nem azzal, hogy egy apuka elvisz, és akkor vagy egy jó klubban van, vagy egy nem jó klubban van, és akkor majd a szerencsém az apukák azért sokat nem értenek a sportákhoz, hogy meg tudják mondani, hogy a gyerek egy jó helyen van, vagy nem. Az én fiam soha nem akart úgy igazából pingpongozni, vagy sportolni, van állatokat, nagyon szereti, és soha nem is erőltettem, mert tudtam azt, hogy mennyi munka áll mögötte, hogyha tényleg egy sportágba beletesz, és hogyha ezt nem boldogan csinálod, akkor azt nem lehet csinálni. És most pár hónapja elkezdett focizni, és imádja a focit, és csak a fociról beszél, és akkor most mondtam, én is örülök neki, és egész minden nap megyek vele focizni, tanítom, amikor nem tudok focizni, szeretek, meg valamennyit tudok, de azért annyira nem tudok. Mi a terved a jövőre? Mi a tovább lépés, ha tovább akarsz lépni? Azt tudom, hogy edzesz embereket, tehát edzőként is megállod a helyed, de hogy azon kívül esetleg más gondolat, vagy gyakorlatban valami előjött? Van, én nagyon szeretek edzősködni, nagyon szeretek tanítani, és nagyon szeretek azt mondom, hogy valami jót csinálni. És a feleségemmel két évvel ezelőtt alakítottunk egy céget, Alma by Gardos, egy 100%-os natur kozmetikai céget, ahol a feleségem rakja össze az összetevőket, a produktra, és akkor Granadában egy laboratóriumban azt meg is gyártjuk. És akkor ez egy pár dolog már eladáson is van. Ez jó. Még jönnek nagyon sok új produktok, dolgok, és próbálunk valami jót tenni, mert tényleg azt vettük észre, hogy a fürdőszobában a napi dolgaink az mind olyan dolgok, ami a végén mindig van benne valami anyag, ami káros, hosszú távon káros a szervezetedre. És ezt mondtuk azt, hogy lehet az, hogy egy natúr krém 200 euró vagy 150 euróba kerül, miért nem lehet azt normálisan megcsinálni, vagy azt úgy használjon is, és normális áron is legyen, ne csak az olcsó L'Oréal vagy mit tudom, dolgokat kell vásárolnunk, és van már 3 nagyon jó krémünk, és akkor ezt a céget akarjuk nagyjá tenni, hogy tényleg segítünk az embereken, meg a bőrökön, arcbőrökön, meg minden tényleg nagyon jól funkcionál, nagyon jól működik, nagyon segít, mint natur, mind jó produktok. Kicsit akarjuk változtatni az egész reklám, egész cég mentalitást, hogy nem csak eladni és hazudni, és nem tudom miket mondani. És nagy pénzeket ezzel keresni. Hanem tényleg őszintén, hogy ha mi azt mondjuk, hogy van benne vitamin C, akkor meg is mondjuk, hogy 10%-os vitamin C van benne, nem az, hogy nagyra kiteszük a vitamin C-t, és 2% van benne, ami majd nem is használ neked. Tehát tényleg próbálunk egy őszinte cég lenni, aki tényleg jó dolgokat, egészséges dolgokat és egészséges jó módon is csinálja, és azokat segíteni az embereknek, és normális áron, nem pedig ezt a iszonyatos. Most te ebben a pillanatban, hogy ti Spanyolországban éltek? Spanyolországban érünk, Granadába. A feleségem dominikai, spanyolul az anyanyelvű a spanyol, meg a gyerekeknek is, de szerencsére beszélnek valamennyit magyarul a gyerekek is, én próbálom. De jó. És úgy tervezed el, hogy öregkorodban, mint én, kis hintaszék, Spanyolország tengerpart, és ugye el vagy, mert elindul a kozmetika, még esetleg a pingpongba is, hogyha valami jön, kitalálsz valamit, vagy valahová betársulsz, és akkor úgy el vagy, nem? Hát ez lenne a cél, ez a célunk, hogy tényleg azt mondom, hogy nagyon sokat utaztam, nagyon sokat dolgoztam, hogy én nem akarok egy pár év múlva, vagy mondjuk azt, hogy 10 év múlva már sokat dolgozni, inkább a gyerekekkel otthon lenni, élvezni az életet, nyugodtan élni. Szerintem az mindenkinek az élet célja, de azt mondom, hogy ezt őszintén megcsinálni, hogy tényleg segítünk emberekkel, hogyha nem van kedvem valakit edzeni, vagy egy jó játékos, és azt mondja, segítsen nekem még jobbnak lenni, akkor azt szívesen megcsinálom. Tehát nem a munkának a rabja lenni, hanem tényleg azt csinálni továbbra is, amit szeretsz. A mai világban ugye minden, nagyon sok minden kezd menni ugye az internet felé, ez a virtuális dolgok, és fogom az ütőt otthon azért, azon kívül, hogy ezt csinálom, nem nagyon értem, hogy... Szerintem ez egy nagyon jó ötlet, mert elméletileg, amit itt edzek azért, és nagyon sok hobbi játékosokat mondjuk rá, nagyon sok
olyan dolgokat kell nekik mondanom, akiket lehet, hogy soha nem hallottak, de nehezen tudnak rá minden nap emlékezni, és hogyha lehetne ezt a virtuális edzést megcsinálni, hogy mert nem mindig vagyok itt, és nem mindig szeretnék utazni ahhoz, hogy nem tudjak adni az órákat, hogy azt meg lehet akkor otthonról, vagy valaki a telefonjáról, az is tud neki segíteni, hogy a mozdulat tökéletes legyen, és azután az délután, amikor megy az edzése, azt meg tudja csinálni, mert amikor én edzek valakit, azt mondom, hogy ezt így kell csinálni, akkor mindig azt oda megy, és megmutatja hatszor magának, utána jön a labda, és akkor lehet, hogy kétszer jól csinál, utána már megint elmegy. De ezt ő tudja otthon is edzeni, valami, aki megmondja neki, hogy hogy kell ezt csinálni, akkor még többet tud labda nélkül edzeni, hogy utána azt soha ne felejtse el. Tehát ez nagyon pozitív. Te megcsinálod ezt a virtuális edzést. A Gyuszi, az apaténi Gyuszi megcsinálja a virtuális ütő mozgatását. Én meg tudjátok, mit fogok megcsinálni, rájöttem? A tenyerest. Nem, a virtuális labdát. Tehát én azt fogom megcsinálni, hogy ti megcsináljátok a két oldalát, én meg a labdát. Oh. Hát én milliómos vagyok. Sziasztok! Szia. Mennyi a terem, mondjátok! Jó, ez csak a játékot. De hogy igen, mert ugye tényleg én is megfogom az ütőt, és látod, hogy mint a kapát fognám meg, vagy a villát, vagy olyan, és akkor azt mondod, na ne vicce, ez így nem jó, azért nem jó, mert... És el tud neki magyarázni, és akkor tényleg rájön, hogy hogy kell, hogy megfogja, az már akkor biztos, egy lépés megvan. Egy-két pontot azt tudsz neki segíteni, mikor a edzése bejön. Mert a végén én is tudom, mi a tökéletes, hogy kell csinálja neki, én is sokszor elfelejtem. És nincs az, aki mindig emlékeztet. Hát utána jössz az edzése, megint rosszul csinálod, azt megint úgy, tényleg ez a probléma. Ja, úgy. Tehát akkor minden nap azt edzeni kell, minden nap emlékezned kell, hogy mégiscsak hol van hiba, mi a rossz, hogy miért csináltad rosszul. Ez a virtuálisan, ezt meg lehetne csinálni. Ez jó ötlet. Amikor beléptünk ide a terembe, ebbe a fantasztikus terembe, majd gondolom Gyuszi megmutatja, akkor mondtad, hogy már a labda pattogásáról megmondott, hogy ki játszik. Nekem meg eszembe jutott, hogy nektek ez a zene a füleiteknek, hogy tik-tik, hogy a labda tik-tik játszik, és már tényleg meg tudod mondani, hogy valaki, ahogy üti, és ahogy hallatszódik, hogy ki játszik. Persze, sokszor meg lehet hallani a szoftjáról, a ütemről, ahogy pörget, vagy ahogy nyök hozzá, vagy nem nyök hozzá, mekkora a pörint, kicsi a pöri, vagy nagy a pöri, milyen erősen pörget, sokat meg lehet mondani, hogy miért csak ki játszik. Ez, Robi, ez... Persze, megy zenélésre is, van egy feltalálónk, aki zenére is akarná majd csinálni, meg akarja is, csak mi most nem árulunk egy belső titkukat. Na, akkor nem maradt más feladat, mint hogy megküzdjünk egymással. Hány fort adsz nekem? Én 11-re gondoltam. 10 és feled. hogy ha bevállalod, és neked most nincsenek még sokan, és nem szégyen, akkor esetleg kicsit pötyögjünk, majd utána a profi apaténi Gyuszival is már gondolom pötyögsz egyet, és akkor ebből is fölveszünk egy párat, jó? Pingpongozó vagyok. Ah, biztos, hogy nyerek ellened egy szettet. De most ez miért? Hát én minden nyáron, a strandon én nyerem a versenyt. Hát mondom, biztos, hogy egy point nem csinálsz. Ah, milyen nagy képű vagy, mondom, ha fogadhatjuk. És a páncélterembe voltak a tankok, volt egy pingpongasztal. És mondtam neki, jó, fogadjunk egy rekes sörbe, profi ütődvel kell játszani, 20 fort adok neked. Három szedből egy szettet kell, hogy nyerjek. Biztos, hogy... Mondom, jó, oda mentünk, én beütöttem az én társammal jól. Első meccs, ő is beütött egy kicsit, hogy melegített, adott neki a profi ütőt. Első szett 22-20 ide, milyen jó játszol meg, mit tudom én, mit csinál. Ez a külön, azt hitte, hogy milyen jó, mert a strandon megnyerte a meccseket, a versenyeket, de a profi pingpong az más. És nagyon sok ilyen van. Jaj! Csukló. Igen. Előre, kevesebb csukló, egy több alkar, előre. De miért csuklózok? Nem tudom. Pörgetni akarsz. Igen? Biztos, hogy így hátulról pörgetsz, akkor kell hozzá csukló. Azért nem tudom, figyeled-e, hogy miket adok vissza. Azért lehet látni, hogy... Lehetett látni, hogy pingpongoztál. És azt mondja, hogy jó a fodákja. Opala. Jövünk, pörges! Gyuszinak olyan fura ez a fogója. Van nekem, adok másik ütöt. Nekem van én ütömet, odaadom. De Isten őriz, hogy beleüssen valahová, hogy elejtsen. Kicsit van, így
Hát, megtisztelő. Melyik legyen a piros belül? Piros a tenyeres. Extra nagyobb a feje az ütőnek, és nem találtad el. Egyáltalán mondok, az ütőnek saját eszem. Azért azt mondom, ebben a kézben nem akarok játszani. Dél. Jó lesz. Ez az. Ez az. Ez előre menj, menj át a labdán. Labdán menjél keresztül. A helyiségről négy sarka van. Szegény Robi, kipárasztom itt délután. Nagyon nehéz ez az óra. Mondom neki, menjen előre, és nem megy előre a keze. Ez az. Állj! Patkós! Másod nem szoktak kiabálni. Bocs! Csuklott vizet. Csuklott vizet. Állj! Azt hiszem, hogy nem adom vissza. Bocs. Csuklót vidd legyen. Nagyon fönn van a csuklót. Igen. Én kicsit teniszeztem, meg falabdáztam, meg minden, aztán... Ez most így jó. Ez az. Tessék? Most jó. Bocs. Meg is csinált egy point. Na. Jaj! Hát azért... Van kivel. Na. Na jó, gyere, gyusz. Azért van, mert az a lucca, aki visszavagyja a labdát. Hát Robi, nagyon szépen köszönöm neked. Szívesen, természetes. Ez egy élmény volt, komolyan. Köszönöm. Megint a csuklód így van, nem így. Aha, aha. Csukló. Oj! Nincs. Itt van kettő. Bocs. Ütőd, az hova rakhatom? Oda tedd. Csak úgy leteszed. Így. Aha. Így. Aha. Nem úgy, fordítsd meg. Nem úgy, a nyelét fordítsd meg. Tessék. Így. Nem úgy, a fejét azt oda. Nem úgy, a másik oldal. Nem. És nem jövök rá egy szivat. Zseniális vagy. Mindegy, hogy ott teszek le. Mi mikrofonat a bűtöd is, hogy beszélhetsz, amit mondasz. Oj. Csukló. Ez az. Azért ezt, hogy veled játszhattam, ezt nagyon köszönöm és hálás vagyok. De a másik az, hogy szeretném egyszer az Apatini Gyuszit úgy megverni, hogy nem tudom, 4-1-re, hogy többet ne is vegye fel a telefon nekem. Bár ahhoz sokat kellene edzenem. És Robinak az a híres fonák. Itt van. A világban. Világban kiment. Ez a labdaszedés, ez a legjobb, nem? A pingpongnál egyébként, Robi, hogy van, hogy ha 2-3 évig csinálod, akkor már utána látszódik? Hát persze, mindig van fejlődés. Mert ugye úgy van, hogy az ember elkezd gitározni, akkor eltelik egy 2 év, akkor már az hallatszódik. Hát itt is, persze. Ha én vagyok az edződ, mint egy csináltam egy játékossal, már 2 edzés után látszódik, hogy mennyire jobban játszom. Ha én tartom az edzést. Ez egy másfajta. És elkezdődik a küzdelem. Ez az egyik edzés fajta, ami... Backhand forehand, ugye? Igen.
Ez lehet egyébként hülye kérdés, de mennyivel megy a labda? Azt hiszem, hogy láttam, hogy ilyen, ha megütsz egy erősen egy labdát, akkor olyan 100 mile-a, vagy így. Azt a cica! Most nemrég láttam egy videót. De lehet gyorsabban is megy szerintem. Én tényleg attól azt mondom, hogy milyen labda, milyen terem, gyors a terem, kemény a terem, puha a terem, lassú a terem, ütőd lassú, szoftok, puhák, kemények, sok mindentől függ. Nem, hogy milyen gyors, nem, milyen gyors a labda. Tehát mennyivel tud menni egy labda, egy pingpong labda? Hát az, hogy hihetetlen gyors, az egy dolog, de hogy... Hogyha ezt, ha ezt lehet mérni. Cukló. Te ilyen szinten űzöd ezt a sportot, meg űzted versenyszerűen is, meg minden. Gondolom nem mindegy, hogy mit eszel, mert ha csak magunkból indulunk ki magyarokból, akkor ugye elképzeljük a marhapörit galuskával, meg ilyen... Jó lecsó, csípős lecsó, zsíros, csípős lecsó. Igen, tehát azért, mikor így mozogsz, és mondod is, hogy egy meccsre, egy szetre fölkészülsz 6 órába, nem mindegy, hogy mi van a bendődben. Ennek van valami specialitása? Számomra igen, tehát mondjuk azt normálisan lehet tudni, hogy sok szénhidrátot kell enni egy verseny előtt dél körül, tehát ebédre, és vacsorában több protein kell, hogy egyél, hogy regenerálódjanak az izmaid. De azt mondom, amikor fiatal vagy, akkor nem gondolsz erre, ezekre, mert elmész aludni, és másnap reggel teljesen normálisan fölkezd, de mivel egyre tovább kellett, hogy játszak, már 30 éves voltam, 35-40, egyre nehezebbek az edzések, és már egyre fáradtabb voltam. Ki kellett találnom, hogy valamit, mint tudok még rajtam magamon segíteni, az, hogy tovább tudjak játszani, és élvezzem a játékot. És egyszer volt egy diététikusom, aki megcsinálta nekem a kaját, az étrendet, meg minden, és sokkal jobb lettem. Tehát azt mondja, hogy mennyi proteint kell enni, mennyi szénhidrátot, ötször kell enni, regeneráció italok, minden, az már megvolt professzionálisan minden, de egy bizonyos évek után az is kevés volt nekem, vagyis hát nem volt elég jó. És rájöttem arra, elkezdtem tanulni ezt az étkezési iskolát, meg ahogy kell enni, és rájöttem arra, hogy a legjobb, legegészségesebb forma az a vegetáriánus vagy a vegán életmód, és amióta elkezdtem úgy odafigyelni, hogy vegánon enni, vagy vegetáriánon enni, sokkal jobban érzem magamat, kevesebb a zsír rajtam, tehát sokkal gyorsabb lettem azóta, jó, hamarabb tudok, gyorsabban tudok regenerálódni az én koromhoz képest, és tényleg sokkal újra élveztem az edzést, élveztem a munkát, nem volt annyira nehéz az egész, nem éreztem azt, hogy fú, 20 évesek ellen játszom, és nem tudom még gyorsabban lenni, és már olyan gyorsak ők, amikor én voltam a világ egyik leggyorsabb játékos, ha nem volt nálam gyorsabb, és ez nehéz volt lenyelni, és most így, hogy visszatértem élvezettel, meg vegánosan az asztalhoz, tényleg éreztem azt, hogy fú, én tudok még gyorsabb lenni, és már gyorsabban vagyok megint a 20 éveseknél, és ez azért nagyon-nagyon fontos, hát az, hogy tudjam azt élvezni a továbbra meg is. Meg ez mekkora szó,
ha belegondolsz, hogy gyorsabb vagy a 20 éveseknél. Egyébként én se eszek húst direkt, de nekem ezt mindig mindenkinek meg kell magyaráznom. Nem. Holott érzem, hogy nem. Én nem akarom azt, hogy ő ne egyen húst. Én csak elmondom, hogy én nem. De mindegy, ezt úgyis kivágja a gyuszi, csak állandóan küzdelemben vagyok, érted? Tehát, hogy... Nem, sokan nem értik meg a B12, meg a vas miatt, amikor ezt meg tudod kajálni. De mondjuk én, amikor tanulom, csak egy húsnál vagyok, vagy valami, vagy a tejterméknél vagyok, minden nagyon jó, ez és ez és ez és ez van benne, de van benne a rossz koleszterol, ami ez és ez és ez a betegségekhez, az allergiától kezdve a szívbetegségekhez, az a érbetegségekhez, a agyrohamokhoz, mindenhez hozzásegít, és nem értjük meg azt, hogy kevesebb, vagy talán ki kéne venni ezt a életmódunkból, vagy a kajánkból. Ja. Akkor sokkal egészségesebbek lenni. Hát Robi, nagyon szépen köszönjük, hogy egyáltalán szóba álltál velünk, meg az, hogy idász egy asztalhoz, és velem egy kicsit így hülyéskedünk, meg bolckodunk, ez tényleg nagyon köszönöm, és hálás vagyok neked, és reméljük, még játszunk, meg találkozunk. Így van, remélem. Gárdos Robertet láthatták és hallhatták. Sziasztok! Sziasztok!